a feltámadás ünnepén vagyunk, bármi megtörtént, ugyebár hogyha valamikor több mint 2000 évvel ezelőtt ez egyszer már valakivel megtörtént. Így aztán indul ez a hatodik mérkőzés, a Sportklub hozza el a bulit, nekünk sürgősebb. Ami oda vezető, többet néznek hátra, mint előre, közben pedig Kármeniemi előre néz, Tóth Gergely van ott mellette, Kármeniemi rávezeti Adorjánra, aztán ütközik vele, Tóth Gergely jól él együtt a játékkal, és behúzza a kapusvédővezetének a határán, és Nagy Gergőnek aztán, Tóth Gergőnek aztán nincs nehéz dolga, még egyszer jön Kestilá, elnézést, kavarom őket, de nincsenek jelentősége. Remek passz lábra, Bece, másik oldalon, bevágja, Skáčkov, mondom én, de mellé megy, háló rezzent, Skáčkov ellenben fölé vágja. Hát ez nem Arany Gergely múlt, nem is a blokkolni igyekvő Seregé Mátén, hanem Jevgeni Skáčkovon. Szép ez a támadásépítés, csak túlságosan mély a Péter Balást kereső Felercsi VIP átadás, és ott a gól, amikor senki nem vár rá, Sofron bevarja, kavargat egy kicsikét egészen a baloldali körteteig Sofi, aztán meghúzza csuklóból, és kiegyenlíti az állást, új mérkőzés kezdődik, és hogyha ezzel a visszafogott hokival tudott egyenlíteni a sportklub, akkor sok minden lehet még ebben a párharcban. A publikum azt szeretne egy ítéletet, a játék természetesen folytatódik. Crespi eldöntheti, oldalhálót lő. Crespinek van nagy lehetősége, amikor még 48 másodperc van a rendes játékidőből. Így megy tovább a játék, még 25 másodperc, Levin iramodik meg. Mellette Részek Tamás. Sofron, Salló eldöntheti, Salló nincs ütőjes, gól! Salló, mikor 15 másodperc van, ütő nélkül marad Arany Gergely, ezt meg fogják videózni, de tény az, hogy a hálóban a korong, Salló kilövi a kötény, miután ez már sikerült Sofronnak egyszer, 2-1-re vezet elvileg a sportklub, legalábbis a hálóba küldött korongok száma tekintetében. A videózás zajlik, megnézzük mi is, hogy mi történt, van, ott van, a festékben történik mindez, látszik, a festékbe vagyunk, ütő nélkül marad Arany Gergely, és ezt kihasználva a kötényt ki tudja lőni Salló Alpár. Úgyhogy jönnek a játékvezetők, és nem adják meg a gólt kapusakadályozás miatt, így folytatódik a mérkőzés. Crespinél van a játékszer. Németh Attila ismét visszateszi a svájci figurára, és bevágja Brady. Németh Attila a nyerő ember, immáron harmadik mérkőzésen zsinórba. Eladja a svájci figurát a sportklub védelmének. Jön Brady második hullámból, és behúzza a rövid sarokba a hosszabbítás 12. percében. Eldől tehát ma mind a két párharc, mindkét székelyföldi csapat búcsúzott. A döntőben Ferencváros, Rassai Korona Budapesten fognak kezdeni 3 nap múlva. Szép idényt futott a sportklub vitán felül, különösen az alapszakasz első 10 meccsén mutatott bukdácsolás követően álltak jól helyre a kék-fehér legények. Mutatott játék alapján a két legjobb csapat játssza a döntőt. A sportklubnak gratulálunk, a Ferencvárosnak pedig sok sikert kívánunk.